Táncoló mormoták, plüsnyulak és persze hímes tojásokkal teli kosarak. Ez a fotósarok a nyíregyházi kálai gyűjteményben várja majd a családokat. A tematikus hátteret a Szentendrei Karácsony Múzeum tulajdonosa Hubai Éva rendezte be. A gyűjteményben március 25-én tojásból lesz a csoda címmel, húsvéti kiállítást nyílik, ahol mészáros Józsefné tojásfestő közel 1200 alkotását tekinthetik meg az érdeklődők. A tojásfestés csinyát, bínját áprilisban kézműves foglalkozásokon is elleshetik a kicsik és a nagyok. A kereszténység egyik legjelentősebb ünnepéhez kapcsolódóan egyházi témájú előadásokra is várják a látogatókat. Van egy húsvéti váró programunk is, hisz április 6-a, illetve március 30, április 6 és április 13-án pedig három egyházat kértünk fel, annak képviselőjét, hogy a húsvéti várakozásról, a húsvéti készülődésről mind a zsidó vallás, mind a református, mind pedig a katolikus vallás tekintetében megismertessük az ide látogatókat. A rendezvényről tartott tájékoztatón elhangzott Nyíregyháza kulturális negyedének kiemelt helyszíne a Kálai Ház, amely annak ellenére, hogy elsősorban történeti múzeum, a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódó eseményeknek is egész évben helyet ad. A város célja, hogy a központban lévő ezáltal könnyen és gyorsan elérhető Kálai gyűjtemény közismert helyszíne legyen a kultúra kedvelőinek. Az egy kiemelt cél továbbá, hogy, hogy minél több gyerek jöjjön be, hogy ezeket a szokásokat, jelen esetben a húsvéti szokásokat, azokat megismerje, nem csak annak a nehézségét, hanem, hanem a könnyedségét is egy tojásfestéssel akár. Ezért volt itt a március 5 egy kiállítás, ezért volt itt az adventi kiállítás is, hogy, hogy az emberek azok játszok könnyebben tanulnak, mint hogyha lexikálisan kellene valamit megtanulniuk, és, és azt gondolom, hogy a kállai szempontból itt a város közepén, a város szívének közepe környékén jó úton jár ezzel. Az Állandó és Időszaki Tárlatok mellett előadások is színesítik a Kálai gyűjtemény kínálatát. Legközelebb március 23-án a Máltai lovagok nyomában című sorozat következő eseményére várják a történelem kedvelőit.